Halálos balesetet szenvedett egy katari légibemutatón Nádas Tamás világbajnok műrepülőpilóta. A tragédia előtt a magyar klasszis néhány méterrel a föld fölött fejjel lefelé repült. A tragédia oka egyelőre nem ismert. A levegő Schumacherjeként ismert pilóta néhány hét múlva lett volna 45 éves. Híradón kereste egykori versenyzőtársait, valamint korábbi edzőjét, de ők kegyeleti okokból egyelőre nem akartak nyilatkozni. A tragédia előtti utolsó pillanatok. Ezen az amatőr felvételen jól látszik, hogy Nádas Tamás éppen fejjel lefelé repült a kifutópálya felett, azonban a manővert nem tudta befejezni, a földbe csapódott. Egy brit szemtanú szerint, amikor a világbajnok pilóta megpróbálta felhúzni a gépet, a függőleges vezérsík a talajt érintette, majd a repülőgép a betonnak csapódva több száz métert sodródott tovább, míg nem a homokos talajon állt meg. A baleset Dohától nem messze az Al-Khor repülőtéren történt. Az utóbbi időben Nádas Tamás szinte minden idejét a Közel-Keleten töltötte. Januárban a világon először ő tarthatott Katarban műrepülőbemutatót. Akkora sikert aratott, hogy a környező országokba is rögtön elhívták bemutatókra. Január végén néhány napra hazatért Nádas Tamás, akkor adta utolsó tévés interjúját itt a Startban. A klasszis akkor a katari élményeiről mesélt, és arról is beszélt, mennyire fontos az összpontosítás ebben a sportágban. A látás a legfontosabb dolog. Tehát a komoly verseny műrepülő pilótáknál is ez jön meg a legkésőbben, hogy minden pillanatban tudni kell, minden egyes forgás közben, hogy hol vagyok, hogy áll a gép, hova fogok tovább menni. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, mire ezt az ember rutinból megtanulja. Nádas Tamás 1998-ban 29 évesen került kapcsolatba a repüléssel. Akkor döntött el, hogy műrepülő lesz. 2001-ben fejezte be a kiképzést. A nagy áttörés 2009-ben volt, ekkor lett Európa bajnok. A legnagyobb áttörés 2012-ben volt, amikor 50 év után megnyerte szabad stílusban a műrepülő világbajnokságot. Most ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, ugyanis 50 évvel ezelőtt Budaörsön 1962-ben volt világbajnokság, akkor a magyar csapat mint csapatban világbajnok lett, Tóth József mint összetett világbajnok, és Katona Sándor pedig ugyanebben a számban, a free programban lett világbajnok, tehát elmondhatjuk, hogy a történelem megismételte önmagát 50 év után. Ez azt hiszem, hogy még nagyobb dolog, mert talán erre azt gondolom, hogy senki nem számított, vagy csak titkon-titkon bízott benne. A külföldön a levegő Schumacherjeként ismert Nádas Tamás március 20-án lett volna 45 éves.